Sziasztok, köszönj csatornán, mai videóban gigabontás lesz, itt van velem Mr. is. Hello mindenki! Van itt mindenféle széria, retro, új szériák, hobbi szériák is vannak, Top Scrum, ami elégulva, igazából ebben nyitni aláírtat is. Hát az új Top Scrum Bundesliga-ról beszél most hirtelenben, aláírtat lehetségesítni. Hát az, hogy két csomagból lejön nekünk egy AU, azt nem tudom. De viszont Szoboszlai AU még mindig lehetséges nyitni ebből is. Van EB, ebből 4 csomag. Wordpressünk van, nagyon durva. Igen. 2 sima, Tops. Régi Champions League. És Bundesliga tavaly, 21-22-es. Meg van Road to VB. Az igen. Na hát akkor a helyzet a következő, válasszál ki magadnak, amit szeretnél. Jó, akkor ez Mr. ez az enyém. Úgy csinált, hogy a nyertes elnyer mindent, tudod, az szokott lenni. Ugye ezek a kártyák inkább segítségére. Most jól ki kell válaszom. Most kell jól kiválaszom. Így ez a kettő Mr. Ezek is számítanak a csatában, hiába gyerek. Ez Mr. Oké. Oké. Ez Mr. Csak az a fehér pack már az enyém, ez a limited pack. És van egy ilyen izénk. Én kezdem akkor a limited packkel, jól mennek, nincsen tétje, bemelegítésnek. És maximál, nem? Szóval a bemelegítésnek kezdjem a téttel, tét nélküli téttel. Ebben már fogok nyerni, úgyhogy adta meg az esélyt többet. De ha van benne egy AU, basszus. Ebben ugye a 4 taktikai kártya lesz. És a... Ma megijedtem a rakót kártyára! És a ugye az Invincible Szoboszlai papával az elején, nagyon jól néz ki. Most tényleg megijedtem. Van egy milliárdos kódunk, ha valakinek kell. Aztán itt van Ronaldo papa. És Bellingham papa. A többi az nem kell. Többi nem számít. Úgyhogy nagyon jó, amúgy négy taktikai van, hogy most tényleg elhittem, srácok, hogy aláid van benne. Elhittem, nézzük, akkor melegítésre megvoltunk. Maradona is nagyon jó. Ide teszem, mik vannak előttünk, hogy lássátok nagyjából, és szóljátok, melyiket bontsam. Ez is, srácok. Egy pekket kell kibontsam. Egy pekket kell kibontsam. Az nagyon jó kis matica. Ánkára Messi papa. Ámúgy a Wordpress maticák szépek. Kettén. Gyönyörű ez a matica. Főleg a kettő meg a... Igen. Hát igen. Magyán, Terstégen és Ingo Márton. Ez a kettő Terstégen. Jó, addig, de nekem is kell egy ilyen. Hol vagy? Ha ennek elbukom... Nekem is kell egy ilyen messzi. Az elején volt egyből neki. Basszus, hát nem, nekem nincs az elején. A második kártya volt. Akkor jó. Van egy hol kölem, nekem is kell olyan messzi. Basszus, nem hiszem, egy Koundé. Donnarumma. Ederson és Trippier. Basszus, de miért? De melyik csillogos sem volt. Oké, durva voltál. Na mindegy. Én jövök. Matissa, nagyon tetszett neked is? Nekem tetszik, hogy ez a széria. Jó, azért én jövök ebben. Araburo, Supersonic. Hogy ne tetszett ilyen durva messzit? Marquinhos, ott van! Iniesta! Iniesta! Legenda. Iniesta mindenből jön, srácok. Romuani és Di Lorenzo. Na, nézzük akkor ezt a brutális packet, gyerekek, itten. Mi lesz ebből a 600 éves csomagból? Ugye ez 2018-19-es pack, ebben Ronaldo még a Juventus színeiben játszott. Messi pedig a Barcelonában is, vannak benne nagyon szép, régi, mit tudom én, milyen kártyák. Ronaldo-t már kiúsztuk belőle. Na, nézzük, Ronaldo-t kiúsztuk belőle, és a kódkártyát is, ami nagyon durva, be lehet váltani, hogyha biztosok benne az időben. Na, nézzük akkor a következő kártyám, ami igazából is kártya. Ingwez és Koke, aztán jön egy Barnett, érkezik hozzánk még egy Ashley Young, hova tűnt amúgy? Dier? Valami, nem tudom, egy csapat egész jó volt. Lokkel, Szó és Wesley! Kicsős. Hírta aztán a Wesley Snipes a pengéből, nem tudtam, na mindegy. Ez nem volt jó pek, ezt lekeszög ez. Nézzük ezt. Te abban jösszom, akarsz én most nem vétel. Szerintem én a hobbit hagyom a végére, a hobbit. Ebben lehet itt aláírtad. Ebben is lehet itt aláírtad. Meg ebbe is lehetni. Ebbe is lehetni. A Katárosban is. A Katárosban is, ezekben már nem lehetni. Napoli logó, Subic, Akanji, milyen fiatal volt még. Jó, a lényeget már előttük belőle szerintem a gyakot, úgyhogy nem tudom, hogy Ronaldo valami. És Vanaken. Vanaken. Figyelj, eljövök megint. Wordpress-szel, mert én nyitok egy ilyet. Nyitnom kell, gyerekek, egy messzi papát. Na az elején messzi lesz, messzi. Ah, majdnem. Ezt a hangot milyen durva volt, nem? De Paul következik, Acerbi, Pellestri, nem lesz, tudom, hogy maradon lesz-e, Rodrigo, Gyorkáv. Gyorkáv, gyerekek, hát ez durva, legendári, Merishön, azt hittem, hogy marad ide. Maradna jön, de nem. Amúgy van már ilyen nem is, úgyhogy nagyon komoly, de el is bukhatom. Legenda, de nem tudom. Legenda, a Messi papa az ott van, gyerekek, indította nagyon komolyan.
Csini Esztával egyetemben. Két balszás, két balszás. Mi van, retróval jössz meg? Igen, nekem van még retróm? Nekem is van retróm, de én most egy elvisel. Onyadokuru. Itt vannak az ausok. Lemár. Itt a többiek. Stambuli. Ez nem buli, igen. Awar. Streg, de miért te durva? Nem az volt. Daniel. Igen, Daniel. Ez mi? Azt van, Marcelo. Ez jó, de ez a Ronaldo haverja. Ronaldo haverja. Hát, srácok, előkezdtünk az idei EBS, ez a PEC vékonynak tűnik, úgyhogy nem tudom, lesz-e benne aláírt. Én ez a szériát nagyon tolom, úgyhogy Szoboszlai Energy-t lenyitok, akkor már nagyon boldog leszek. Sőt, Szoboszlai Para lehet is nyitok, akkor is szűt, meg akkor itt olyan üvöltök, hogy leesik majd az állványrendszerről minden. De nézzük az első kártyánkat. Odegaard személyében, igen. Kamavinga is megérkezett pizsomában. Aztán jön egy következő pizsomás Lobotkánk. Nem pizsomás Lobotkánk. Igen, szlovák nem pizsomás. És akkor Stanicu. Hú, tenne azt hittem, hogy valami... Szoboszlai, de nem. Captainben. Milinkovic Savic. Aztán Aslani. Ez nem is volt jó pek. Szatka és Sár. Hát maradjunk annyiban, hogy Sár pek volt. Nem volt jó pek. Nem Jézus tudom mit mondani. Nem volt olyan jó. Milinkovic Savic. Mekkora füle van, Mr. Nézd, mert rosszul vágtad a szegény DJ-t. Léci, kéne azért egy magyar zima. Kéne, de onnan? Saka. Nem tudom nyitni. Köpcű. Uzuni. Fradi, de nem. Igen. Ex-Fradis, Uzuni. Van Dijk. Ez se volt jó. Gyömbér Norbert. Az se volt jó. Jurasek no. És Götze. Hát akkor az EB pekek most nem hoztak jót, akkor remélhetőleg a végére tartogatott, ezt kézzel mondom ki. Végre tartogatott, micsodák azok? Hobbi pekkek, amikben lehet nyitni, hát ebben is lehet nyitni, ha lehet, mondom az elvébe. Ahhoz nézzük, hogy van-e valami jónk ebben. Nyekuru, Szilva, Perisi, Csocipka, Manolász, és nekem is van egy ilyen kis Toni Kroos, gyerekek, ez nagyon jól néznek ki. Toni Kroos papa is itt van. Na, elérkeztünk most már majdnem a durva nyitásainkhoz. Ellövi az elbét. Én is hazajok már. Meg az hogy több pakket van? Én kezdtem már, hogy izgulok annyira nyerni akarok. Te miért? Ott van valami. Mi van ott? Szadilek egy lila. Lila. Janza. Lila nem jó. De nekem jó, ha... Hogyha olyan lesz, igen. Schaefer. Az, Schaefer. Ha... Kane, igen. Igen, Kane. Ronaldo papa. Gosens. Kerkez. Nem. Popescu. Igen, nem volt jó. Bacsuai. Nőgó megmentette, de nem volt jó. Ebből róla még hiányzik. Na, nekem még mindig nincsen ott a vége, fele van valami. Ronaldot letakarom, nagyon durva tolja. És eljövök én is az EB-mel, hiszen EB lesz hamarosan. Na nézzük ezt az EB pekket, srácok. Törökök lesznek a végén. Közepén legyen egy Szoboszlai Energy. Nem látom, hogy van-e valami, szerintem nincsen. Pavlovic, Bellingham, Courtois, Kajer, Tielemans, Mania, Rodri és Elani. Nem voltak erős pekek. Ezek a pekek iszonyatosan nem voltak. Na, srácok, jövök a Rottuval. Én nem tudok vágni ezzel az orrokkal. Rottuval jössz, ez durva, ebbe lehet nyitni. Ronaldo Messi. Aláírtad. Hogyha hát nekünk lenne, hogy soha mondtad, hogy durva lenne. Egy csomagból lenne egy Ronaldo aláírt, nem? Azért az sőt, még egy aláírt meg akármiből, az durva lenne. Mizio, Schlager. Ez nem Schlager számunkra. Ilyen, Courtois. Utána Boyle. Ruki, Reina és Schmeichel. Hát Prizm. Igen, reflektor kártyája. Ez a pack sem volt annyira durva. Azért volt benne egy-két jó, de nem. Tetszett hát, számomra. Amúgy azért nagyon csillog, extravagáns. Azért a Messi papa srácok, az nagyon durva. Extravagáns lett. Na, te akkor eljövök én ebben, mert azt nem ismerjük, és utána megismerjük a végével. Igen. Ezt ismerem, ebből lehet itt mint számozottat kártyákat. Ebben van Szoboszlai számozottat, aláírtat. Mind a kettőben van Szoboszlai. Ebben is van, meg ebben is van Szoboszlai. Ja. De igen. Na nézzük akkor ezt a packet, amiből lehet nyitni valamit olyat, hogy lerügöd az állványrendszer. Balerbi, Blum, Hubers. Azt nem hiszem el, gyerekek, hát mi ez? Megnyertem. 99-es. Krüger, Florian Krüger, Bielefeldnek a kártyája, és igen, jól mondja, per 99-es, hát azért durva, hogy kettő packből egy számozottunk már biztos van, és még jöhetne egy Szoboszlai aláj, de nem. Schotterbeck, Haaland mindenhol, Ljubic, ki volt, aki elszökött? Drosz. Mayer volt, aki elszökött. Mayer. Elszökött, de már visszajött. Na hát ez durva. Hol számolottam? Ne, hát ez tend, de bárhogy nézem. A medve bére. Majd ha ki tudod mondani, hogy elsőnek akkor talán, de hogy én nyertem. De nyerni fogok. Oké, bőlér.
Mehet. Nem tudom, felrakottam. Srácok, eddig hagytam magam. Igen, 4 évig. Most nem fogom olyan. Hú, de jól néz ki, ezt nézzétek meg. Én azt nem nagy játékos, de mit akarok egyébként? Most lesz egy 1x1-esem. Egy Twins. Figyelj, jössz egy tűzét készítettem, akkor is jó vagy, nem hiszem. Endika. Egy Drosh és Miner. Rabiger. Trossard. Emboló. Nem adtad a pekket, tesó. De ezt is megnyerem, úgy látom. Viszont van egy pekkem. Egy pekked van. Most mit akar? Na, itt vagyunk az új a Top Scrum-nál, 22-23, és ez a legújabb széria, ez 4 kártyát tartalmaz, lehet nyitni belőle sok mindent, ugye már mint eddig, Bellingham is benne van, és benne van még Szobosztai Aulja is valahol, hogy valahol nekünk kell jön 2 csomag, Mister olyan szerencsés, mindegy, akkor ebből is valami jót fog nyitni, azt a mindenit! Szobosztai Dominik Bass kártyája egyből ugye nem volt meg, nekünk csak ez a 2 csomag van, kérek egy standet neki, mindegy mi van a többiben, Szobosztai Dominik brutális base kártyáját nyitottam ki. Ez méletlen jól néz ki. Még így base-ben is ez a Szobosztai kártya. Hát Zalán megint durrantok. Van egy Beckerem is. Az nem sima. Guardiol. És egy Wiper. Viszont szerintem a Reflektor. Ez. Igen, ez Reflektor, jól mondja. A Becker, Ole Becker Reflektor kártyája van, de nem számít. Nekem 2 lépcsős volt az egyik Szobosztai, ami nagyon jó. Az AU lett volna, még jobban örültem volna, de így én nagyon Szobosztai is nem vagyok. És az enyém alatt Szobosztai eddig, úgyhogy... Hát nem tudom, jó, Messim se lesz. Uzunim se lesz. Messi neked van? Nem kell. Na, akkor jó. Úgyis nyitom, hogy jó Messi. Ott van, ott van, ott van! Ez hihetetlen, 2x2 Szobosztai, hogy nem kell összevezzük kinek a Szobosztai-ja. Olmo! Ez számodod? Ott van, 2x30-as! 178x2x30! Azért jobb lenne, hogy Szobosztai fordít, vagy 2x30-as Szobosztai nyitott ki, de nem Yoshida baj. Yoshida és Tebecu, 2 Szobosztai. Most mit mondjuk? Ezt megadok egy puhát. Olmo is jó nyitás, hiszen jó játékos. Lajos, ez a 2 pack jó volt, 2 packünk volt csak. Mondtam, a szempontból, hogy mind a 2-nek megvan Szobosztaink. Srácok, a végére tartogattam a packet, a végére. És igazából most a hobby packek mind jók voltak, kivéve most a Panini mozaik kártyáját, hiszen abban nem jött semmi extra. De mind a két egy-egy csomagból nagyon jó kis csomag volt, nem? Hát jött egy Szobosztai, Füge, Szobosztai. És Szobosztai, azt hittek, hogy Szobosztai könnyíti, nagyon nehéz így Szobosztai base kártyát is, és hát, egyből 2 jött, és nagyon jó. Srácok, 2 csomagból van esély, és mondtam, éreztem, hogy nagyon fogok nyitni. Jó, az nem olyan nagy, de örülhetsz neki, hogy azt valamit mostanában. Jó, nem már örülök, srácok. Volt egy Yoshida, meg egy Stenzel. Szóval itt Badpoolt okoztad mind a kettőt? Igen. Igen, nagyon durva. Meg ez egy Reflektor, ugye? Igen, azt is igen. Kell majd akkor. Hát srácok, ez nyújtás volt. Ez tetszett most. Végre egy videó, srácok, amit igazán élveztem én is, mivel jött 2 Szobosztai, egy Dani Olmo számozott, egy Krüger számozott, igazából ezt Mr. megnyerte, de mindegy. Elbuktam a Szobosztait. Maradt egy neked is adok. Jó, akkor van egy Szobosztai. Mivel nyitottál magadnak? Amióta nem nyitottam számozottat. Sőt, semmit, mert nem is volt szerencsém. És csapassátok, srácok, a lájkot, hogy még jobban legyen erőm, és még jobb legyen a következő rész is. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!